Hello mindenkinek, folytatódik a JavaScript tananyag. Következő témánk az egyik talán legfontosabb, ami JavaScript tekintetében nélkülözhetetlen, és hát az egész alkalmazás fejlesztés területén is nélkülözhetetlen lehet, ez pedig az eseménykezelés. Valószínűleg sokan tudjuk már, hogy ez mit jelent, aki esetleg nem, az majd most megtapasztalja, nézzük meg! Hogyha eseményekről beszélünk, akkor nagyjából ezek a lépések azok, amelyek szerepet játszanak. Hát először is, mik azok az események? Bizonyos dolgok, amelyek olykor-olykor megtörténhetnek, bekövetkezhetnek, mi ezekről szeretnénk értesülni, és ilyenkor szeretnénk valahogyan eljárni, hogyha egy ilyen esemény bekövetkezik. Hát elsőként egy eseményre mi tudunk regisztrálni, fel tudunk rá iratkozni. Valamikor ez a dolog bekövetkezik, valamikor nem. Van olyan, hogy mindenképpen bekövetkezik, de nem tudjuk, hogy mikor. Az a lényeg, hogy amikor kiváltódik ez a bizonyos dolog, akkor detektálja a környezet, hogy ez az esemény igen megtörtént, jelez nekünk, értesülünk róla, és akkor ezt követően mi reagálni tudunk, végre tudunk hajtani valamit. És akkor majd azt látni fogjuk útközben, hogy konkrétan milyen ilyen események vannak. Természetesen mi magunk is tudunk definiálni eseményeket, de legtöbbször, legalábbis kezdetben azokra támaszkodunk, amelyek már alapból léteznek. Nos, esemény lehet például kattintás egy adott elemre. Mondjuk kifejezetten gyakran előfordul, hogy rákattintok egy gombra, de nem is muszáj, hogy ez gomb legyen, lehet akár egy bekezdés is. Ezt követően adott az elem maga, hogy hogyan férünk hozzá, azt már tudjuk. Az elemeknek rendszerint van egy onclick tulajdonsága, azt mondom, hogy elem.onclick egyenlő, és akkor egy függvényt határozhatok meg értékként. Ez a függvény fog hívásra kerülni akkor, amikor megtörténik a kattintás, és amit benne leírtam, az fog megtörténni. Tehát elemhez így tudok hozzárendelni egy eseményéhez egy művelet sort. Na, csak meg sikerült normálisan fogalmazni. Legalábbis ez az egyik módja a hozzárendelésnek, és talán a legkönnyebb módja, tehát egy egyszerű értékadás. Másik lehetőség, hát eseményfigyelőt hozok létre, egy event listener-t, és az elemek esetén van egy ilyen add event listener metódus. Annyi a különbség, hogy ilyenkor nem ont, hanem az on nélküli verzióját használom magának az eseménynek. Az esemény neveket tudnom kell, hogy egy adott elem esetén milyen eseményeket van lehetőségem meghatározni. A click az egy ilyen nagyon alap. Tehát maga az esemény a click névre hallgat, amikor értékadást használok, akkor az onClick propertyt kell nekem módosítanom. Ilyenkor pedig az történik az addEventListener esetén, hogy zárójelben, ugye mert ez egy függvény, első paraméterként megadom szövegesen az eseménynek a nevét, tehát egy click. És a második paraméter maga a függvény, amelynek meg kell hívódnia, akkor, amikor ez az esemény bekövetkezik. Mi a különbség a kettő között? Ha értékadást használok, akkor legjobb tudomásom szerint a korábbi az elveszik, tehát felülírom. addEventListener esetén pedig hozzáadok egy újat, megőrizve az előzőt is. Viszont ennél kicsit körülményesebb az, hogyha el akarom távolítani, az előzőnél pedig egyszerűbb. És egyébként fura módon a kettő egymástól független. Tehát amit én itt létrehozok, az nem kerül bele az onclickbe. Érdekes, de így működik. Na, menjünk tovább. Ezt követően mondhatjuk, hogy végeztünk is, és akkor már tudjuk is, de ez még nem teljesen igaz. Ugyanis ha a függvényünk meghívódik, végrehajtódik, ami benne van, és kész, de ez nem ilyen egyszerű sok esetben, ugyanis nekem olykor-olykor szükségem van olyan információkra, amelyek az eseményhez szorosan kapcsolódnak, illetve olykor-olykor vannak alapértelmezett viselkedések, amelyeket én szeretnék fölülbírálni, megakadályozni. Na, először is, akkor kezdjük azzal, hogy az eseménnyel kapcsolatos információkhoz én hogy jutok hozzá. Amikor én leírom a kis függvényemet, amit társítani szeretnék mondjuk egy onclick esemény esetén,
azt leírhatom úgy, hogy üresen vannak a zárójelek, és egyszerűen csak arra koncentrálok, hogy ami benne van, az lefusson, de... meghatározhatok egy argumentumot is, mondjuk egy mit tudom én, E vagy EVT-nek szoktuk legtöbbször elnevezni. Ebbe belekerülnek az eseményhez kapcsolódó információk, szóval ez egy, hát ez egy objektum, egy esemény leíró objektum. És akkor ezen belül még egy csomó információt lekérhetek. Mikre lehet szükségem? Például egy kattintás esetén nem csak feltétlenül arra vagyok kíváncsi, hogy történt az adott objektumra vonatkozó kattintás, hanem konkrétan mely pozícióban volt az egér ekkor. Hát hogy a francba fogom ezt én megtudni? Ez hordozza ezeket az információkat. Másik fontos. Van mondjuk több elem is, amelyre kattintva ugyanannak a dolognak kell megtörténnie. Ilyenkor nyilvánvalóan nem fogom annyiszor meghatározni külön-külön ugyanazt a függvényt, legalábbis ugyanazt a műveletsort, hanem egyszer megírom a függvényt, és azt társítom hozzá mindenkihez. Na de egy olyan információ fontos lehet számomra, hogy konkrétan most kire kattintott rá az illető. És még sorolhatnám. Na, az eseményen belül, ha konkrétan ahhoz az objektumhoz szeretnék hozzáférni, aki által kiváltódott az esemény, őt a diszkút szóval tudom meghivatkozni, mert alapból ezek így működnek. Egyébként, ha az adott objektumon belül továbbiak vannak, és azt akarom tudni, hogy egész konkrétan fizikailag kit érintett a kattintás, arra mondjuk lesz egy a target nevezetű property, és ami fontos lehet a példákban, a gyakorlaton, ezt majd többször is fogjuk tapasztalni. Ha van például egy link, vagy van egy gomb, ami egy űrlapon belül található, ezeknek már alapból van egy viselkedése. Ugye linkre kattintva én átnavigálok egy másik lapra, az űrlapon belüli gombot megnyomva pedig elküldésre kerül az űrlap, és akkor megint csak navigálás történik. És akármit írok be ezek esetén az onclickbe, az egy dolog, hogy végrehajtásra kerül, amit beleírtam, de meg fognak történni ezek az alapértelmezett dolgok is, ami sok esetben hát frusztráló. Ilyenkor ugyanúgy az argumentumként megadott mondjuk EVT paraméteremnek, vagy hát paraméter, objektumomnak a prevent default metódusának hívásával tudom ezeket megakadályozni, illetve felülbírálni. Ilyenkor linkre kattintva nem lesz elnavigálás, illetve űrlapon belüli gombra kattintva nem lesz űrlapküldés. Igen. Ezek itt a legfontosabb dolgok. Na, milyen alapvető események vannak? Próbáltam őket csoportosítani, és hát természetesen nem az összes lehetőséget látjuk, csak így a leggyakoribban. Kezdjük akkor az egér eseményekkel. Ugye van a klik, egy teljes, befejezett kattintás. Lenyomom, felengedem. Nem is gondolnánk egyébként, hogy még egy klik is milyen összetett. Ott van a double click. Na, az még durvább. Egyébként érdemes még azon is filózni, hogyha nekünk kellene megvalósítani, az mennyire összetett lenne. Tehát egy dupla kattintás az nem egy nagy what is das, de mégis ha belegondolunk, van egy befejezett kattintásunk lefel, és utána van még egy lefel, és az sem mindegy, hogy mennyi időt eltel a kettő között. Mert ugye a dupla kattintásnak az számít, hogyha úgy relatíve gyorsan történik meg a két kattintás egymás után, de kemény. Ezeket egyébként fel tudjuk bontani akár úgy is, hogy eseményként határozzon meg azt, hogyha lenyomom az egérbillentyűt, de még nincs felengedve. Az is érdekelhet engem, hogyha felengedem az egérbillentyűt. Illetve ott van még a mouse move, amikor adott objektum felettén mozgatom az egeret. Ott van például a mouse enter, amikor egy objektum területére behatol az egér, és a mouse leave, amikor elhagyja azt. Talán ezek a leggyakrabban használtak. És mindegyik esetén, ugye van ez az esemény leíró objektum, hát abban is rengeteg olyan tulajdonság van, ami fontos lehet. Én most itt oldalt párat emeltem ki. Button, buttons, ja, a kattintott gombok. Oké, meg sírtam, nekem sem volt egyértelmű. Client X, Client Y, Movement X, Movement Y, ugye, hogy hol történt az elemen belül XY szerint a kattintás, illetve mondjuk mouse move esetén ez a Movement XY még hasznos lehet, hogy melyik irányba mekkora elmozdulása volt az egérnek, Page X, Page Y a lapon belül
XY tekintetében hol volt a kattintás, Screen X, Screen Y, a képernyőn belül, és tehát rengeteg hasonló dolog van, amit le tudok kérni a kattintással kapcsolatban. Ezeknek érdemes utána nézni, hogyha úgy jobban érdekel minket a téma. Egyébként úgy tipikusan a PageX, PageY az, amit talán a legtöbbször használnak. De mindegyik esetén azért van egy icipici különbség, ami miatt mindegyik releváns. Oké, egéresemények. Érintéses események. Nyilván manapság ez is már egy meghatározó dolog. Hasonló az egéreseményekhez, tehát a legtöbb egéreseménynek megvan az érintéses párja is. Például a touch start az, amikor megérintesz valamit, a touch end, amikor felengeded, a touch move, amikor mozgatod rajta az ujjad, és a touch cancel az, amikor, hát így nem is tudom, így elviszed onnan az ujjad a kijelzőről, és akkor úgy akarod úgymond visszavonni az érintést. Egyébként a click az egy olyan esemény, ami egyszerre minősül kattintásnak és egy teljes érintésnek is. Tehát azt az egyet azt lehet használni úgymond cross-platform módon, érvényes az egérre is és érvényes az érintős kijelzőkre is, a többinél már külön kell gondoskodni ezekről. És akkor itt is a touch eventhez kapcsolódó dolgok, change touches, tehát az érintésekkel kapcsolatos módosítások. Egyébként ugye itt azért kell vigyázni ezzel, mert itt már nem olyan egyszerű a történet, hogy akkor volt egy kattintás és az hol volt, hanem itt érintések vannak, mert akár több érintés is lehet egyszerre, és akkor ezeket kell tudnunk külön-külön kezelni. Sokan egyszerűen úgy oldják meg, hogy a touches tömbön belül a nulladik indexűt veszik, és akkor a többit figyelmen kívül hagyják. Hogyha valami spécibet akarunk csinálni, akkor nyilván azt meg kell tudnunk oldani, hogy valahogy lekezeljük a több érintést is. Billentyű események. Viszonylag ritka, de azért még fontos lehet. Mikor lehet fontos? Hát, hogyha egy olyan játékot akarunk csinálni, amit billentyűzettel irányítunk, illetve még sok esetben akkor jön elő, amikor beviteli mezőbe begépelhet valamit a felhasználó, és mi közben ellenőrizni szeretnénk, hogy mit írt be. Vagy hát valamit reagálni szeretnénk rá. Ugye van a key press, ez hasonló, mint a click, egy teljes befejezett pöttyentés a billentyűzeten. Ja, valami olyasmi, tehát lenyomtam, felengedtem. Amúgy megvan ez a kettő külön-külön is, tehát a key down, amikor lenyomom a billentyűt, key up, amikor felengedek egy billentyűt. Ilyenkor az eseménynél le tudom kérni a lenyomott billentyű karakterkódját, kódját, meg tudom kérdezni, hogy esetleg volt-e mellé control billentyű, illetve shift billentyű, meg hasonló. További események, amelyek nem feltétlen a mi beavatkozásunkra vonatkoznak, hanem minden más, például ott a load. Ez hasznos lehet mondjuk olyankor, amikor külső állományokat szeretnénk betölteni, CSS vagy scriptet, illetve ugyanez érvényes arra is, ha mondjuk egy képet akarunk betölteni. Az ilyen elemeknek van egy onload, vagy hát van egy load eseménye, ha mi szeretnénk tudni, hogy mikor töltődött be maga az erőforrás, és mi erre reagálni szeretnénk valamit. Ott van például a scroll, amikor görgetünk az oldalon belül, a resize, amikor átméretezzük például az ablakot. A fókusz az tipikusan ilyen beviteli mezők esetén releváns, hogyha belekattintok és rajta van a fókusz, akkor mi történjen. A blur, amikor valaki kikerül a fókuszból, a change, amikor megváltozik valaminek az értéke, mondjuk egy beviteli mezőnél, például a submit egy űrlap esetén, amikor elküldöm az űrlapot, oké. Ezek is mind-mind ilyen események. Na, ami még szorosan ide kapcsolódhat, és sok esetben hasznos számunkra, az az esemény időzítése, valahogy így csúnyán megfogalmazva. Ezeket azért gyakran használjuk, hogyha mondjuk időt kell mérnünk, vagy késleltetnünk kell valamit. Sőt, pontosan ilyenkor használjuk őket. Van a set timeout és van a set interval. Paraméterezése mind a kettőnek szinte ugyanaz. Első paraméterként megadok egy függvényt, és abban megírom, hogy majd mi az, aminek meg kell történnie. A második pedig az időre vonatkozik, ezred másodpercben adom meg.
az első esetén, hogy mennyi legyen a késleltetés, a második esetén, hogy mennyi időközönként ismétlődjön újra és újra, amit abban megadok. Tehát ez a különbség a kettő között, az egyik egyszer fut le késleltetve, a másik az újra és újra lefut adott időközönként. Ezt is jó, hogyha ismerjük, mert ilyenre szükség lehet. Na, és akkor ami még fontos lehet, az eseményekhez kapcsolódóan bizonyos értékek. Ezeket úgy próbáltam összegyűjteni, hogy adott esemény esetén mik azok az értékek, amik valószínűleg fontosak lehetnek. Itt most nem az eseményhez kapcsolódó objektumnak a propertieiről van szó, hanem elemeknek a propertieiről, amelyek adott esemény esetén fontosak lehetnek, de nem feltétlenül csak akkor. Például egy resize esetén átméretezzük magát az ablakot, vagy egy elemet, de főleg az ablakot. Milyen tulajdonságok lehetnek érdekesek, például a window objektum esetén az inner height, ahol az ablaknak a belső magasságát tudom megtudakolni, egyébként az inner width az hasonló. És akkor ugyanígy van egy outer width és outer height, amiben elméletileg beletartozik az ablaknak a többi része is. Elemek esetén mi lehet, ami fontos? Például ott van a client width és az offset width. Nagyjából próbáljuk látni a különbséget, ugye a client width az maga a tartalmi részének a szélessége, az offset width pedig minden, ami ahhoz az elemhez kapcsolódik, beleértve például a görgető sávot is. És akkor van egy olyanunk, hogy offset top, hogy a dokumentum tetejéhez képest ő éppen hol helyezkedik el, tehát egy ilyen fajta abszolút pozíciót tudunk ezzel megkapni. Lényegében a dokumentumon belül az elemnek az elhelyezkedése. És egyébként ezeknek megfelelően client height is van, offset height is van, és offset left is van. Jó, remélem mindent elmondtam, amit szerettem volna. Kísérletezni érdemes ezekkel. Itt most első körben az a lényeg, hogy tudjuk, hogy ilyenek vannak, és ezekkel lehet játszadozni. Na, például a scrollozás esetén is hasznos lehet néhány információ. Na, hát először is a scroll esemény az arról szól, hogy a dokumentumon belül, vagy egy elemen belül mi görgetést hajtunk végre, és erre reagálni tudunk. Manapság egyre több olyan oldalt látunk, ami valamilyen érdekes módon próbál reagálni a görgetésre, hát nyilván az is ezt veszi igénybe. Na, mit írtam ide? A teljes dokumentumra vonatkozó scroll top értéket a document element objektumából kell kiolvasnunk. Aha, jó. Ez most így hirtelen már nekem sem volt meg, de akkor most már ezt is tudom. Ugye a scroll top érték az egy nagyon hasznos dolog, az azt jelenti, hogy az adott elemen belül mennyivel görgettünk lefelé. Amikor teljesen fent vagyok, akkor a scroll top érték 0. Ahogy elkezdek lefele görgetni, amekkora mértékkel lefelé görgettem, akkora lesz a scroll topnak az értéke, természetesen pozitív szám lesz ez. Na, és akkor mit látunk még? Van egy ilyen értékünk, hogy scroll height, ami annyit tesz, hogy az elemnek a magassága, ami nem feltétlenül egyenlő azzal a magassággal, amit mi ténylegesen látunk. Itt a példa is azt mutatja, hogy vannak ilyen szaggatott vonalak, tehát az maga az elem az görgethető, tehát egyszerre nem látszik a teljes magasság, a teljes tartalom, úgyhogy a scroll height adja meg azt a magasságot, amekkora ez teljes valójában. Talán az ábra szemléletesebb, mint amennyire elsikerült mondanom. Szóval értjük, miről van szó, és egyébként ugyanúgy van scroll width és scroll left esetünkben. És akkor itt a legvégén pár dolog kimondottan az eseményekhez kapcsolódóan, újabb egyszerű kis gyakorlati feladatok, ilyen kis bemelegítő gyakorlati feladatok, ahol a kattintás eseményekkel foglalkozunk kicsit, és reagálunk az eseményekre. Megnézzük a görgetési eseményeket, egy kis méretezés és görgetési pozíciózás is lesz benne. Egéresemények, mármint egyéb egéresemények, illetve az esemény információknak a feldolgozása. Igen,
ez lesz a fő téma ezeknél a gyakorlatoknál, úgyhogy tartsatok velem, mert buli lesz!